Üdv mindenkinek! Baden-Badentől mennyire lehetünk? Na, még hogy 100 km. 100 km-re vagyunk Baden-Badentől. Csupi barátom nyomja, majd átveszem valamikor. Amikor jönnek a kritikusabb pontok, gondolom, akkor kell, akkor van rám szükség, egyértelmű. Elindultunk fél ötkor Deauville-be. Felraktunk két cilukát, alagon leraktuk Diós-pusztán, felraktunk egy lovat, azt lerakjuk Baden-Baden környékére, és onnan gyerünk tovább, Deauville. Mögöttünk egy másfél órára a kis szerelmeim, Bencus, a nagybátyja Feri, plusz innen nekik, és a hátsó ülésen a három arany szerelmem, Niki, Mira, Sára. Úgyhogy ez a születésnapi meglepi nekik. Finanszírozom, hogy kijöjjenek Deauville-be. Hotel lefoglalva, szombaton reggel lovaglás, szombaton 10-től árverés, tengerpart, diszkó, bulik, nightclub, egyértelmű. Hogy érezzék jól magukat, összeraktam egy kis lóvét rá, nem volt könnyű, de ennyit megérdemel a kis csapat, úgyhogy a csupit is én finanszírozom. Mit bizért bozsolyogsz a bajzod alatt, ott van a Gyubika. Őt is én finanszírozom, ám bár egy kis finom hamikát anyukájától kaptunk, isteni. Sültoldalas volt és tarja. Tarja, életem első legjobb, idei első legjobb paradicsomát ettem, Osámba vettem különben, csodálkoztam is, hogy ilyen jó. Finom kolbikánk van, üdítőnk van, ilyen teljes kávénk van, ásványvíz van, erős paprika van és tojás. Bőven el vagyunk, jól laktunk, hamisztunk, tankoltunk. Úgyhogy haladunk, a kis cilukák meg mögöttünk, telefon összeköttetésben vagyunk. Istáló rendben volt minden, hál' a jégnek. 4:45 zártunk. Rekordidő. 3:12 fele szoktunk. És tehát a program az, hogy holnap odaérünk ki. Ja, ő nekik a program, ők elmennek Párizsba. Mert a Sári azt mondta, életem legszebb városa, álmom, álmaim városa. Jó, menjetek, mi nem megyünk be ebből a kocsival, ők mennek. Tehát bemennek Párizsba, Eiffel-torony, Arc de Triomphe megnézése, Louvre kicsit, Champs-Élysées-en sétálgatnak egy pár órát, és még a csúcsforgalom előtt elindulnak, és Deauville onnan 2,5 óra, legyen 3. Maximum, és akkor ott találkozunk a kis csapattal. Holnap nincs árverés még, hanem ismerkedés a csikókkal, nézelődés, hotel, elfoglalás, tengerpart, nightclub, másnap reggel lovaglás, reggeli, hogy fordítva ezt nem tudom, 10-kor árverés, éjszaka megint buli, reggel lusti, ők indulnak, mi meg még maradunk. Kényelmesen haladunk, voltak terelések, egyebek, de minden oké egyenlőre. Na, puszt mindenkinek, sziasztok!